Mikulás története, főszerepben Cicákkal. Egyszer volt, hol nem volt, született egy gazdag ifjú. Egy szép nagy házban lakott, és képzeljétek, egész nap csak a játékon, a rosszalkodáson, tévénézésen, kedvenc időtöltésein járt az esze. Minden nap finom falatokat evett, és sokat aludt. Fiatal felnőttként ráébredt, hogy csak kevesen élhetik kedvük szerint az életüket, kevesen élhetnek ilyen jó körülmények között, mint ő, és látva a rászorulókat elhatározta, hogy titokban segíteni fog nekik, könnyebbé, szebbé fogja tenni az életüket. Buszon utazva, vagy kocsiában ülve, nap mint nap bejárta a várost, az utcákat, és kereste a segítségre szorulókat. Az éhezőknek ételt adott, a hajlék nélkülieket befogadta házába. Példát mutatott, hogy milyen fontos, hogy aki gazdag, segítsen másokon. Remélte, hogy példájából sokan tanulni fognak, és ugyanígy cselekszenek majd. Bízott benne, hogy megértik, hogy mikor másoknak segítünk, és látjuk arcukon a boldogságot, az nagyobb örömet okoz, mintha csak saját magunkra gondolnánk. Thank you.
kellemes karácsonyi ünnepeket kívánok.